Fónagy János parlamenti államtitkár és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő tartott fórumot Hevesen a rezsicsökkentésről. Fónagy kiemelte, hogy a kormány célja a családok terheinek csökkentése és az ország versenyképességének növelése. A Fidesz és a KDNP közös frakcióülésén nemrégiben döntött a rezsicsökkentés újabb üteméről. A döntést előkészítő munkacsoportnak Fónagy János is a tagja. A frakció úgy foglalt állást, hogy 2014. április 1-től a gáz 6,5%-kal, a villamosenergiára szeptember 1-től 5,7%-kal, a távfűtés pedig október 1-től 3,3%-kal csökkent. Emlékeztetett, hogy a rezsicsökkentés ezeken túl több elemet is érintett. Például februártól életbe lép az ingyenes készpénzfelvétel, havonta kétszer 150 ezer forintig. Hozzátette, hogy elkezdték a közműtörvény kidolgozását, ami arra teremt majd alapot, hogy az energiaellátás vagy a vízszolgáltatás újra közösségi tulajdonba kerüljön. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő leszögezte, hogy a lakossági energiaszolgáltatás nem termelhet hasznot. Az emberek pont annyit fizessenek az energiáért, amiben az valójában belekerül. Tehát hasznot senkinek, főleg magáncégnek ne termeljen ez a rendszer. Ezt úgy is lehet mondani, hogy non-profit, tehát haszon és eredmény nélküli. Ne legyen mérek szerint eredménye annak, aki szolgáltat, és a költségekkel is racionálisan bánjon. Tehát nem igazgatóságot, irodaházat szeretnék fenntartani, hanem amennyiben ténylegesen az energia belekerül, azt szolgáltatva kaphassák meg a magyar állampolgárok. A fórumon résztvevők a rezsicsökkentést jó döntésnek tartották. Azt mondják, így többet tudnak spórolni egy évben. Természetesen engem is érint, és csak üdvözölni lehet. Én számlánál érzem, hogy valamivel csökken. Úgy, mint ahogy elmondta államtitkár úr, ki többet fogyaszt, nagyobb a kevesebbet fogyaszt, annak kevesebb a... De megtakarítás van. És éves viszonylatban még nem személyileg, hanem ezt országosan kell érteni, bizony országosan nagyon sokat jelent a megtakarítás. De nem csak, hogy én vagyok, hanem sokan vagyunk. Ezt úgy kell értelmezni a rezsicsökkentést. Fónagy János ismertette a kormány munkájának legfontosabb eredményeit. Ezek között említette az IMF hitel visszafizetését, az uniós eljárások megszüntetését, a növekvő átlagbéreket és nyugdíjakat, az új családtámogatási rendszert és a közbiztonság erősítését is. A parlamenti államtitkár rámutatott, hogy 2014-től az Európai Uniós források 60%-át a gazdaság érinkítésére kell fordítani Magyarországon.